A Fradi is játszott az új pályán, átadták a megújult Mátrai stadiont. Új rehabilitáció szolgáltatások, szakmai napgyopáros fürdőn. Elkezdődött a rájátszás, a Sziget-Szent Miklóst fogadta az OFKS-e. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió március 29-i keddi híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! Ismét mérkőzést rendeztek Orosháza ikonikus létesítményében a Mátrai Sándor stadionban vasárnap. Egy OMTK Ferencváros öregfiúk mérkőzéssel avatták fel a megújult pályát. Ugyanezen a napon adták át az OMTK ULE új kondicionáló termét is. A két beruházás összege meghaladja a 170 millió forintot. Elkészült az OMTK ULE 1913 sportkomplexumának legújabb létesítménye. A korábban kialakított öltöző mellett található 250 négyzetméteres könnyű szerkezetes épületben a különböző kondicionáló eszközökön túl egy rekordtámborítású 20 méteres futópályát is kialakítottak a labdarúgóknak. Az ünnepélyes átadót múlt vasárnap tartották. Az OMTK ULE labdarúgó számára is a ifjú nemzedék számára rendelkezésre áll. Úgyhogy öröm mindannyiunk számára, hogy itt lehetünk. Erdős Norbert államtitkár beszédében elhangzott az is, hogy az Agrárminisztérium alá tartozó erdőkért és földügyekért felelős államtitkárság cégei révén tavaly az OMTK ULE 1913 együttese 3 millió forint TAO forráshoz jutott, míg idén ez az összeg 4 millió 285 ezer forint. Az államtitkár kiemelte azt is, hogy a délbékési sportegyesületekhez összesen 20 millió 305 ezer TAO forint érkezik. Az OMTK ULE-n kívül az orosházi női és férfi kézilabdázók is egyaránt 4 millió 285 ezer forintot kapnak. Csak gratulálni lehet ehhez a gyönyörű létesítményhez. Az 55 millió forintos beruházást TAO forrásból és önkormányzati önerőből valósította meg az OMTK ULE. Bojtor István alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat számára mindig is feladat lesz, hogy a szükséges önerőt és forrásokat biztosítsa az egyesületek számára. Az alpolgármester kiemelte, amennyiben a jövőben bármilyen fejlesztési lehetőség áll a klubok előtt, a város teljes mellszélességgel támogatja azt. Tótkása Sándor, az OMTK ULE elnöke szerint a konditerem méltó folytatása annak a beruházási sorozatnak, amit az elmúlt 10 évben a várossal közösen megvalósított. Megköszönte Erdős Norbert és az önkormányzat támogatását. Ugyanezen a napon délután 3 órakor már az OMTK Ferencváros öregfiúk mérkőzés kezdődött a Mátrai Sándor stadionban. Nagy taps fogadta a teljesen megtelt nézőtéről a nemrégiben a 90. születésnapját ünneplő Hegedűs Bélát, aki Szűcs Ferenccel és Raffai Jánossal közösen végezte el a kezdőrugást. A gálameccs fél idejében adták át hivatalosan az új pályát. Erdős Norbert beszédében elhangzott, reméli, hogy az új pálya minden orosházi fiatalnak, sportolónak a hasznára válik majd. Az új pálya, amely vízelvezető rendszerrel, új világítással rendelkezik, öntözéssel rendelkezik, tehát azt gondolom, hogy a minden olyan kihívásnak megfelel, aminek ma meg kell, hogy feleljen egy pálya. Dávid Zoltán polgármester szerint a tömött lelátó a bizonyíték arra, hogy szükség volt a Mátrai Sándor stadion felújítására. A városvezető elmondta, a beruházáshoz szükséges TAO források beszerzésében az államtitkár is segített. 70% TAO részbe kértük államtitkár úrnak a segítségét, hogy meg tudjuk ezt a pályát újítani. Ez sikerült, köszönet a szervezőknek, köszönet Tótkása Sándornak, és még egyszer én azt gondolom, hogy a klubnak, a sportolóknak, az edzőknek, és hát természetesen annak a sok-sok sportrajongónak, aki ezt várta. A 81-szeres egykori válogatott labdarúgó Mátrai Sándor nevét viselő stadionban FIFA szabványnak megfelelő, teljesen új, terített gyepszőnyeget helyeztek le. Ezen túl korszerű vízelvezető és öntöző rendszert és pályavilágítást is kialakítottak, továbbá korszerűsítették a kispadokat, valamint eredményjelzőt is telepítettek. Tótkása Sándor elnök felidézte, hogy korábban ő is játszott az ULE és a Rákóczi Vasas csapataiban, ezért szívügyének tekintette, hogy a Mátrai Sándor stadion újra a régi fényében fogadja a szurkolókat. Ez Orosháza városának mindent jelent. A Mátrai stadion, a Mikolai kert, a környezete, ennek méltóképpen meg kell újuljon a jövőben, ez az első lépés. A Ferencváros öregfiúk csapatának tagjai a mérkőzés előtt az orosházi és ferencvárosi futballlegenda Mátrai Sándor szobránál helyeztek el koszorút. A mérkőzést a hazaiak nyerték meg 3-1-re, az orosházi gólokat Lövei Roland lőtte, míg a Fradi egyetlen találatát Nyilas Elek szerezte büntetőből. 15 millió forintos támogatás odaítéléséről döntött az Emberi Erőforrások Minisztériuma az orosházi Jussz Zsigmond Városi Könyvtár javára. Az összegből komolyabb infrastruktúrális fejlesztést valósítanak meg.
A könyvtár igazgatója Buzai Csaba ez év januárjában nyújtotta be fejlesztési tervét, amelyben felmérte a legfontosabb infrastruktúrális fejlesztési feladatokat, és rövid távon végrehajtandó új fejlesztési irányt mutatott be. Az igazgató portálunknak elmondta, vannak égetően szükséges felújítási feladatok. Ha körbenézünk itt a gyermekkönyvtárban elsősorban, de egyébként a felnőtt könyvtárban is, akkor láthatjuk, hogy sajnos több helyen is fejlesztésre, javításra szorul a könyvtár. A linoleum itt a gyerekkönyvtárban több helyen már nem csak csúnya, hanem balesetveszélyes is, több helyen van beázás. A felújításra megítélt pénzből egyfajta tündérbirodalmat hoznak létre a gyermekkönyvtárban. A padlóborító linoleum teljes cseréje mellett a bútorzat részleges cseréjét is megvalósítják. A Fülöp Béla bácsi által megálmodott gyopárka tündér mesevilágra, legendáriumra szeretnénk építeni. Ezzel kapcsolatban már egyeztetünk természetesen a Béla bácsinak a feleségével, Gyöngyikével, és ez lenne a fő tervünk. Amikor elkészítettük ezt a fejlesztési tervet, akkor ezt eljutottuk a minisztérium könyvtári és levéltári főosztályára, és onnan kaptunk értesítést néhány nappal ezelőtt, hogy a fejlesztési terv előzetesen legalábbis támogatásban részesül. A linoleum padló cseréjével, a falak festésével, dekorálásával, az új bútorok, polcok beszerzésével, a megújult könyvtár berendezésével előreláthatólag jövő tavaszra lesznek készen. Új rehabilitációs szolgáltatásokkal bővő gyopáros fürdő egy szegedi együttműködésnek köszönhetően. Az Orosházára érkező Szent Vincent Rehabilitációs Központ kezelései segítséget nyújtanak a sztrókon, agyvérzésen átesett betegek felépülésében. A gyopáros fürdőre érkező új rehabilitációs szolgáltatás a szegedi Szent Vincent Rehabilitációs Központtal való partneri együttműködésnek köszönhetően valósul meg. A szegedi intézmény magas szintű szakmai munkát végez, és segítséget tudnak nyújtani a sztrókon, agyvérzésen átesett betegek rehabilitációjában. Március 25-én, a pénteken 10 órától kezdődő másfél órás szakmai előadások során bemutatták a betegeknek nyújtott terápiás szolgáltatásokat. Ehhez a munkához tudtunk mi hozzá kapcsolódni azáltal, hogy azok a betegek, akik ilyen kezeléseken vesznek részt, azok nem csak Szegeden tudják azokat a speciális robotokkal támogatott szárazföldi kezeléseket és fejlesztéseket igénybe venni, amit ott Szegeden kapnak meg, hanem átjövéd egy gyopáros fürdőre, itt a víznek, az itt található gyógyvíznek a gyógyító hatását kihasználva, annak erősítése mellett tudnak a rehabilitációban részt venni. Détári Vilmos, a Szent Vincent Rehabilitációs Központ alapítója szintén sztrókon átesett, betegként rehabilitációkra és kezelésekre járt. Saját tapasztalatai alapján hozta létre Szegeden az intézményt. Mindkét fél számára egy egyedi közreműködés, egy egyedi kooperáció. Gyakorlatilag nálunk már régóta, évek óta zajló magas szintű szárazföldi rehabilitációt szeretnénk kiegészíteni. A gyopáros fürdő adta lehetőségekkel, és a gyógyvíz előnyét szeretnénk kihasználni a sztrókon és egyéb más betegségeken átesett betegek rehabilitációjában. A szakmai előadások alatt ingyenesen ki lehetett próbálni különböző fürdőgyógyászati kezeléseket. Elérhető volt például az orvosi gyógymasszázs, a tangentor és a víz alatti csoportos gyógytorna, de emellett 15 óráig igénybe vehető volt egészségfejlesztési tanácsadás és állapotfelmérés is. Ezt követően 17 órától este 19-ig ingyenes szauna szeánszokon volt lehetőség részt venni. Egyáltalán nem érintette rosszul a Kossuth Lajos technikum tanulóit, hogy szombaton nekik is iskolába kellett menniük. Március 26-án rendezték ugyanis az intézmény hagyományos Kossuth napját, ahol mindannyian megtalálhatták a nekik tetsző program lehetőségeket. A Kossuth iskolában már hosszú évekre nyúlik vissza a tavasszal megrendezett Kossuth nap, a hagyományt pedig idén is folytatták az intézmény diákjai és tanárai. A hagyományból adódóan a vetélkedők nagyobb része az iskola névadójához kapcsolódott, ezen kívül többek között szakmai bemutatókat is láthattak a diákok, mely akár későbbi jövőjüket is befolyásolhatta. Ezen a felvételen éppen a rendvédelmi szervek munkájában nyerhetnek betekintést. A Kossuth nap hagyománya az nagyon régre nyúlik vissza, az iskola nevéből is adódik. Ez egy diák önkormányzati nap, amikor a diákok saját maguknak szerveznek programokat. A mai napon több vetélkedő kerül megrendezésre, ami egyrészt a Kossuth naphoz, Kossuth nevéhez irodalmi történelmi szempontból kapcsolódik, illetve szakmai bemutatókat is láthatnak, kipróbálhatnak, főleg rendvédelmi, egészségügyi és kereskedelmi
palettán. Az iskola betonpályáján az ügyességé és a pontosságé volt a főszerep. Itt egy kerékpáros akadálypályát állítottak fel, ami szintén népszerűnek számított a tanulók körében, csak úgy, mint a régi fajátékok és a gólyalábon járás. Bent az épületben szinte minden teremben történt valami, volt, ahol Activity-t játszottak, máshol pedig az Xbox, a VR szemveg, vagy éppen a szabaduló szoba aratott sikert. Sokáig már nem kell várniuk a hasonlóan vidám hangulatú programra, hiszen a tanév végén rendezik meg az iskola sportnapját, egyben a Német Imre emléknapot, többek közt az ilyenkor elmaradhatatlan tanárdiák foci meccsel. Március 26-án családi délutánra, azon belül tavaszi kézműveskedésre és Harry Potter interaktív gyermekműsorra várták az érdeklődőket a művelődési központban. A rendezvény a Magyar Piac Szövetkezet szervezésében valósult meg. Nagyon sok óvodás és kisiskolás gyermek látogatott el szüleivel a szombati családi délutánra. A Petőfi Művelődési Központ a Magyar Piac Szövetkezet által szervezett tavaszi kézműveskedésnek, valamint a Harry Potter interaktív gyerekműsornak adott helyet. Nagyon nagy szeretettel jöttünk, mert a gyerekprogramok a világon a legcsodálatosabbak. Múlt héten volt a Szikháti Kutyamenhely, akikkel törődni kell, ugyanúgy gyerekekkel is, és őket szórakoztatni kell. És most szintén a Magyar Piac Szövetkezet szervezésében, és nagyon-nagyon hálásan köszönöm a művelődéshez vezetőjének, az összes munkatársának ezt az önzetlen, maximális, precíz segítséget. A kézműves játszóházat a helyi nagycsaládos egyesület valósította meg. A gyerekek óriási türelemmel alkották meg lenyűgöző tavaszi díszeiket. Most egy ajtódísz készítünk, barátok hívtak, és úgy gondoltuk, hogy mi is akkor részt veszünk egy ilyen kis húsvéti barkácsoláson, vagy kézműveskedésen. Iskolában is szoktak éneket alkotni, de így együtt azért ritkábban van rá lehetőség, úgyhogy örültünk, és szívesen jöttünk. A kreatív alkotóház után interaktív gyerekműsor várt a megjelentekre. A szereplők közül elsőként Hermione lépett színpadra. Harry Potter műsorra, egy cosplay Harry Potter műsorral készültünk. Az érdekesség az, hogy mi nekünk egyesületként működünk, és hát olyan előadásokat szoktunk tartani gyerekeknek, amelyek animátor előadások. Ez kicsit olyan, mint a színház, csak interaktív. A gyerekek részt vehetnek egyébként az előadásban, és ők maguk is a mese részesei. Ezeket a meséket nagyrészt a különböző mesékből ikletve én szoktam összerakni, rendezni, és ezekben a mesékben színészek, énekesek, kaszkadőrök és illúzionisták is szerepelnek. Előkerült a teszleksüveg, majd Hermione Bogoly Berti féle mindenéző drazséval jutalmazta azokat a bátor és ügyes jelentkezőket, akik helyes választ adtak a varázslóvilágra vonatkozó kérdésekre. Kiderült, igazi Harry Potter rajongók látogattak el szombat délután a művelődési házba. A 4-es számú választókerületben odaítélt nemzetiségi támogatásokról tartott sajtótájékoztatót március 25-én Batonyán Erdős Norbert, élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár. Az esemény helyszíne a város két tanítási nyelvű szerb általános iskolája és óvodája volt, ahol az intézmény épülő tornatermét is megtekintették. A szerb országos önkormányzat a batonyai két tanítási nyelvű szerb általános iskola és óvoda korábban 50 millió forintot nyert bővítési munkálatainak a támogatására, beszerzési finanszírozása pedig 10 millió forintot. Erdős Norbert államtitkár kijelentette, a tótkomlósi nemzetiségi sikerek mellett örömmel számolhat be a batonyai szerb és román nemzetiségi önkormányzatok által elnyert támogatásokról, melyeket különböző fejlesztésekre, rendezvények, programok megszervezésére fordíthatnak. Március 25-én az iskola épülő tornatermét nézték meg. Folyamatosan fejlődnek, a román iskola is nyert egy 30 millió forintos beruházást, és ezen kívül rengeteg sok százezres, milliós egyesületi sikerekről tudunk beszámolni itt Batonyán. Azt tudom összefoglalva elmondani, hogy mind a román önkormányzat, mind a szerb önkormányzat remekül példamutatóan országos szinten is egyedülálló sikereket felmutatva dolgozik. Körömi Melinda intézményvezető is kiemelte, hogy sokrétű tevékenységre és rendezésre kaptak lehetőséget a támogatásnak köszönhetően. A tornaterem mellett a későbbiekben szeretnének egy étkezőt is kialakítani az intézményen belül, így erre és az épülő tornaterem berendezési tárgyaira, fejlesztéseire fogják fordítani az elnyert támogatásokat, az egyéb nyertes pályázatok pedig a tervek szerint a diákok javát fogják szolgálni kirándulások és más különböző események formájában. Végül Kreszta Traian, az országgyűlés román nemzetiségi szószólója számolt be arról, hogy a nemzetiségek olyan alapot teremtenek a város számára, ami figyelemre méltó, és nem lehet elvitatni az itt élő emberektől a fejlődést, hogy milyen értékeket hoznak, teremtenek Batonya számára.
Az orosházi férfi kézilabdázók számára is elkezdődött a bajnokság felsőházi rájátszása. Az első találkozón a keleti csoport alapszakasz győztes OFK-se a nyugati 5. Sziget-Szent Miklós együttesét fogadta. Jobban kezdett a hazai együttes. Jól működött a szigorú, sok kilépős hatos falas védekezés. Rögtön az elején Majdán Márk hetest is hárított, így az első 5 perc után 3-0 állt az eredményjelzőn. Az első percek sikere után valami történt a hazai csapattal. A nagyszerűen védő vitárist, akire az NB1-ből jól emlékezhetünk, nagyját tették támadóink. Sok helyzet maradt ki hazai oldalon, és a 10. percben már döntetlenre állt a meccs. A védelemben magára talált a vendégcsapat, és az orosházi támadásokban is sok volt a hiba. Fejfej mellett haladtak a csapatok, de érezhető volt, hogy a támadásban nagyon csikorog a hazai gépezet. A félidő hajrájában a vendégek átvették a vezetést. Németh László hetesével még visszajött a vendéglátó, de a szünetre két gólos Sziget-Szentmiklósi vezetésnél vonultak a csapatok. Valahogy a koncentrációnk az nem volt azon a szinten, ahol kellett volna, hogy legyen. Jól védekeztünk, labdákat szereztünk és visszadobáltuk az ellenfélnek. Amikor zicserbe kerültünk, akkor a kapusuk kivédte a lövéseinket. Úgyhogy nyögvenyelésen indult a mérkőzés. Mindenki remélte az ötös csarnokban, hogy a szünetben megnyugszanak kissé a hazai zöldsárgák, és így is indult a második játékrész. Hamar kiegyenlítettek az orosháziak, bár megint volt egy rövid szakasz, amikor nem tudtak az ellenfél kapusának eszén túljárni. Egy emberelőny hozta meg a mérkőzésbe a változást. Az orosházi alakulat egyenlítés után két üres kapus góllal el tudott lépni ellenfelétől. Kovács Attila együttese rövid ideig még a 7-6 elleni játékot is kipróbálta, és 4-re növelte az előnyt. Ami sikerült emberelőnyben hazai oldalon, az nem jött össze a vendégeknek. 4 gólosról ugyan 2-re csökkentették hátrányukat, de ennél közelebb már nem jutottak. Mindent megpróbált az utolsó percekben a vendégalakulat, de a hazai győzelmet és ezzel a rájátszásban az első orosházi 2 pontot már nem tudták komolyan veszélyeztetni. Kellemetlen stílusban játszott az ellenfelünk nagyon. Hosszú ideig védekeztünk, próbáltunk kapkodni gyorsan, gólt lőni az ő góljukra, aztán ebből nem mi jöttünk ki jól. Szerencsére a második félidőre megváltozott a játékképe. A vendégcsapatban több jól ismert játékos között ott láthattuk az OFK-s egykori átlövőjét, Bali Richárdot is. Visszatérni Orosházára nagyon jó érzés volt, nagyon kellemes, nagyon jó, szép is 3 évet töltöttem el itt. Nagyon sok ismerős arccal találkoztam, és hát magáról a mérkőzésről igazából úgy jöttünk le ide, hogy nagyon tartalékosan, nagyon sok sérültünk van, de azt gondolom, hogy aki hadba fogható volt ma, az megtett mindent azért, hogy tulajdonképpen szeretünk volna nyerni, tehát úgy jöttünk ide. Orosházi FKS Tokai, Sziget-Szentmiklósi KSK 30-28. Újra hazai pályán játszott az Oxo Energy Orosházi NKC múlt szombaton. Az ellenfelük ezúttal a nyugati első NECA együttese volt a felsőházi rájátszásban. 40 percig tartotta a lépést az orosházi női kézilabda csapat a fiatal balatonbogláriakkal, de végül a rövidebb kispad miatt 28-23-as vereséget szenvedett. A női kézilabdázók múlt szombaton a nyugati csoport első helyezettjét, a balatonboglári NECA együttesét fogadták az ötvös csarnokban a felsőházi rájátszásban. Az orosházi csapat kerete tovább szűkült erre a találkozóra, hiszen Garadorina is felkerült a sérültek listájára. Ennek ellenére az elején jól tartotta a lépést a gyors kézilabdát játszó vendégekkel az ONKC, sőt a 8. percben a vezetést is megszerezték a hazaiak Vörös Bettina 7 méteresével. Később ismét fordított a NECA, Herbert Gábor időkéréssel próbálta megtörni a bogláriak lendületét. A 26. percben ismét utolérték ellenfelüket az orosháziak, ebben Cseh Roberta is nagy szerepet vállalt a hazai kapuban. A második félidőben gyorsan meglépett 3 góllal a NECA, de ekkor még sikerült visszakapaszkodni. A hazaiak ereje egyre fogyott, az akadémisták már 5 góllal is megléptek, amit megőriztek a lefújásig. 28-23-as vendégsikerrel zárult az összecsapás. Herbert Gábor, az orosháziak edzője, a vereség ellenére is elégedett volt csapatával, így fogalmazott, idézzük. Gratuláció illeti mind a két együttest, a balatonbogláriakat a győzelem miatt, az én lányaimat pedig azért, mert szívüket, lelküket kitették a pályára. Időszakonként még jól is kézilabdáztunk. Sajnos a lehetőségeink és a létszámunk behatárolt, azt gondolom ebben a mérkőzésben ennyi volt. Az Oxo Energy Orosházi NKC legközelebb Tökölön a Szent István Ese otthonában játszik április 1-én. Elkezdődött a rájátszás a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. A 4. helyen álló OMTK Ule a 6. helyzet Okány csapatát fogadta a megújult Mátrai stadionban. Több éves szünet után újra pattogott a labda az újjávarázsolt Mátrai stadionban.
Az OMTK ULE az Okán csapatát fogadta a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában. Már a 6. percben vezetés szerzett az ULE. Szabó Áron jobboldali lapos beadását Miszlai lőtte a hálóba. A 26. percben megduplázta előnyét az Orosháza. Fehér mélységi átadásával Szabó Áron iramodott kapura, majd néhány csel után lőtt a hosszú sarokba. Fehér Bencétől kaptam egy mélységi indítást, amit átvettem, és egy lövőcsellel kicselezve a védőt, ballal lőttem a hosszú sarokba laposan. A 60. percben eldőlt a mérkőzés. Fehér Vince Péli háromszögezés végén Péli talált a hálóba, ezzel már 3-0-ra vezetett az ULE. A gól felpaprikázta a vendégeket, ennek eredményeképpen a 70. percben Komlósi szépített. Ezután néhány veszélyes támadást vezetett az Okány, de több gól már nem esett a mérkőzésen. Jól indultunk, berúgtuk az első egy-két helyzetünket, uraltuk is a meccset, nem is volt a gond. Azt láttam, hogy mindig van egy 10-15 perces krízisünk. Ez most talán azt mondom 30 perces volt, mert az, amikor berúgtuk a harmadik gólt, azért 3-0, sima volt a történet. Csak nem tudtuk berúgni a negyediket, hogy még jobban megtörjük az Okányt. A vége az már egyértelmű, hogy egy kicsit fölénk jöttek, akarták. OMTK ULE, Okány 3-1. Az OMTK ULE április 2-án nagy színáson lép pályára. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. A Fradi is játszott az új pályán, átadták a megújult Mátrai stadiont. Új rehabilitációs szolgáltatások, szakmai nap gyopáros fürdőn. Elkezdődött a rájátszás, a Sziget-Szent Miklóst fogadta az OFKS-e. Ez volt az Orosházi Városi Televízió híradója március 29-én, kedden. Friss hír összefoglalóval legközelebb pénteken várjuk Önöket. Híradónkat bármikor visszanézhetik az Orosz Café YouTube csatornáján. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!